Bár jelentősen javulnak a számok és lassul a járvány, de az oltás ennek ellenére továbbra is fontos marad. A családorvosok, az önkormányzatok képviselői, a választott politikusok, vagy akár a lelki vezetők egyaránt jelentős szerepet töltenek be abba, hogy sikeresen folytatódjon az oltáskampány, és az emberek beoltassák magukat, hangsúlyozzák az egészségügyi szakemberek. A koronavírus járvány enyhülésével, a fertőzés számok csökkenésével párhuzamosan az oltási kedv is megcsappant. Azonban a járványon nem vagyunk túl, és fontos, hogy minél többen beoltassák magukat a koronavírus ellen. Hétfő esti 24 plusz című műsorunkban egészségügyi igazgatóságok vezetői fejtették ki, miként lehetne fokozni az oltási hajlandóságot. A Kovászna megyei egészségügyi igazgatóság vezetője Ágoston László elmondta, az önkormányzatok részéről is lehetne erősebb a hozzáállás. Éppen ezért személyesen felhívta a polgármestereket, és felajánlotta, hogy kimennek a településekre, oltanak, csak ők is segítsék őket ebben, hirdessék meg, bevállalták, hogy iskolabusszal vagy más szállítóeszközzel bevigyék az embereket a községközpontba oltásra, de ez sem jár mindenhol sikerrel. A mai példa, hogy az egyik helységben, amelyik a Kovászna megye szintjén is ugye, a piros zónák közé tartozik, ma volt oltási kampány, 34 személyt sikerült beoltani, ez a lakosságnak 1%-a. Sajnos ebben az ütemben későre, nagyon későre érjük el azt a bizonyos nyájoltottságot, amire szükség volna ahhoz, hogy majd egy esetleges negyedik hullám esetén valamelyest biztonságban legyünk. A Maros megyei egészségügyi igazgatóság aligazgatója Ferenc Loránd elmondta, fontos, hogy jó példával járjanak elől a választott vezetők. Bizalommal vannak a közösségek, elsősorban azok a lánt, akit megszavaztak, gondolok itt a polgármesterekre, úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen egy polgármesternek a pozíciója ebben az oltás kérdésben. Hangsúlyozta, az emberek szentesítik a helyet, és ott, ahol a polgármester, illetve a közösségnek a vezetői, akár lelki vezetői is segítenek, nagyon sikeres oltási karavánt lehet lebonyolítani. Ahol azonban nem, az eredmények sem lesznek a legjobbak.